István Telki járműjavító, avagy Landler Jenő főműhely körülbelül 23 hektáron fekszik Budapest északkeleti részén. Történetének kezdete az 1900-as évek elejére tehető, amikor is a robbanásszerű fejlődésnek indult vasút kinőtte a régi javító műhelyét. Óriási méretű gőzmozdonyok rengeteg javítást és karbantartást igényeltek, ezért mindenféleképpen bővíteni kellett a járművek állagmegóvására fenntartott területeket. ...1901-ben kezdték meg a beruházást a Rákospalota Újpest közötti területen, hogy itt építsék fel a hatalmas méretű javított csarnokokkal rendelkező műhelyet, amit már 1905. május 1-én hivatalosan át is adtak. Mivel az akkori korban nagyon fontos szerepet játszott a vasút, ezért több vasbetonból épült óvóhelyet is kialakítottak a területen, az itt dolgozó munkások védelmét biztosítandó. Az első világháború során elvétve, a másodikban is csupán elhanyagolható mennyiségben kapott találatokat a szövetségesek bombázóitól. A terület a II. Világháború után vette fel a Landler Jenő nevet. Évektől kezdve fokozatosan kivonták a forgalomba a gőzmozdonyokat, amiket villany, illetve dízel mozdonyok váltottak fel. A mozdonyok többségét leselejtezték, de szerencsére számos darabot láthatunk az ország különböző részein lévő vasúttörténeti múzeumokban. A javító csarnokokban jelenleg is ritka, műemléki védelem alatt álló, de mindenképpen jobb sorsra érdemes gőzmozdonyok és kocsik pihennek.